És ahogy ígértük, most kiderül, hogy milyen rákellenes hatása van a napnak. Milyen? A napnak körülbelül 10-szer nagyobb rákellenes hatása, mint rákkeltő hatása. Mindemellett, hogy előidézi, növeli a bőrrák kockázatát, a bazalioma, a pikesetes bőrrák, vagy pedig akár a melanoma előfordulását. Szinte az összes ráktípusnak a kilakulását gátolja, jóval nagyobb mértékben, mint amennyi a rákkeltő hatása. Ezért ésszerűen kell napoznunk, hiszen ha ésszerűen napozunk, akkor jelentős mértékben csökkenthetjük a rák megbetegedés kockázatát életünkben, jóval nagyobb mértékben, mint ezt gondolnánk. A napfény rákellenes hatását valószínűleg abban kell keresnünk részben, hogy jelentős mértékben növeli a D-vitamin mennyiségét az emberi szervezetbe. Ezt ugyan különböző anyagokkal is tudjuk, mint a gyógygomba kivonatokkal is el tudjuk érni, de a napfénynek kiemelkedő a D-vitamin fokozó hatása, sokkal nagyobb, mint az élelmiszereké. Tehát gyakorlatilag tablettába, kapszulába nem tudunk annyi D-vitamint bevinni, mint amennyi a napfény hatására képződhet a bőrünkön keresztül. És ennek a jótékony egészségügyi hatása nem csak a rák megelőző funkciójában keresendő, hanem kimutatták, hogy különböző pszichiátriai megbetegedéseket is jelentős mértékben csökkentheti a napfény.